A műsorszám támogatója a Magyar Nemzeti Bank. A pénz beszél. Megismerkedünk a pénzügyi alapfogalmakkal. Pénzügyi tanácsadással segítünk eligazodni a pénzvilágában. Akár hitelfelvételről, akár kölcsönről, vagy más pénzügyi kérdésről legyen szó. A pénzbeszél edukál, szórakoztat és informál. Műsorainkban folyamatosan beszámolunk a pénzvilágáról. Bemutatjuk, Magyarország hogyan áll a digitális pénzügyi rendszerekkel, hogyan segítik ezek a lakosság és a vállalkozások adóbevallását. De foglalkozunk a globális online rendszerekkel és a pénzügyi világ híreivel. Közérthetően, izgalmasan, aktuálisan. A pénzbeszél. Jó napot kívánok, ez itt a Pénzbeszél, a TV2 pénzügyi edukációs műsora, én Ambrus Ádám vagyok. Mai műsorunkban elmondjuk, hogyan hatott a vírus megjelenése az ingatlan piacra, és mi várható még ezen a területen, a többi témánkat pedig nézzük meg együtt. Összefoglaljuk, milyen hatással volt a magyar gazdaságra és a saját pénzügyeinkre a vírus időszaka, és megmutatjuk újra azokat a vállalkozókat, akik sikerrel vették az akadályokat és talpon maradtak. Beszélünk a vírus lakhatásra gyakorolt hatásáról, és bemutatunk egy kulturális kommunikációval foglalkozó kisvállalkozót is. Kiderül, ő hogyan készül a következő be nem látható időszakra. Tartsanak velünk ma is! A vírus a legtöbb iparágon nyomot hagyott, de közülük is kiemelkedik egy fontos téma, a lakhatás és általában az ingatlan piac, hiszen most számos iroda és épület üresen áll. Vendégünk Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, akitől először is azt kérdezném, hogy hogyan hatott a pandémia az ingatlan piacra. A lakáspiac esetében azt látjuk, hogy ahogy a korlátozó intézkedések márciusban bevezetésre kerültek, ez gyakorlatilag egy azonnali stoppot jelentett az adásvételek számában, a tranzakciók száma gyakorlatilag áprilisban lenullázódott, láttunk egy közel 70%-os piaci tranzakciószám csökkenést, ami azonban jó hír, hogy az elmúlt hónapokban, a nyári hónapokban szépen visszakorrigálódott, tehát gyakorlatilag most a legfrissebb július-augusztusi tranzakciók számában egy tavaly nyári szintet látunk ismét. Ez a jelentős tranzakciószám csökkentés hogyan befolyásolta az árakat? Ez egy érdekes kérdés volt. Várhattuk volna azt, hogy esetleg az ingatlan piac összeomlik ennek következtében, hogy ilyen korábban nem tapasztalt sokk éri a piacot. Azonban azt láttuk, hogy árak tekintetében hogy egy pici mérséklődés volt. Az idei évet inkább az oldalazás, ha szabad így mondani, jellemzi, úgy a budapesti, mint a vidéki, és mint a használt lakás, illetve az új lakások esetében. Az elmúlt hónapokban minimális 0-1%-os árváltozást látunk havi szinten. Összességében azonban, ha az elmúlt 12 hónapot tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a lakásárak dinamikája érdemben csökken. Egy évvel ezelőtt Budapesten még kétszemegyű áremelkedést láttunk, és országos szinten is 10%-ot meghaladó volt az árdinamika. Ez az árdinamika, tehát az elmúlt 12 hónapban Budapesten most már nullára, kismértékű mínuszba süllyed, míg vidéken ez nagyjából 2-3%-os pluszban van továbbra is. És mi történt a kereskedelmi ingatlanokkal, hiszen azt láttuk, hogy home office-ban dolgoztak a legtöbb vállalatnál, ennek ellenére ugyanúgy épültek az irodaházak. Azt láttuk a tavaszi hónapokban, és ez tűnik visszatérni, most a második hullám kezdetén is, hogy főleg az irodai alkalmazottak nagy számban, több mint 50%-a bizonyos cégeknél, most már 70%-a az alkalmazottaknak otthonról végzi a munkáját, ennek megfelelően a munkahelye, ahogyan is mondta, kiüresedett. És ezzel szemben áll az a kép, hogy az elmúlt években rengeteg fejlesztés került elindításra. A tavalyi és az idei év új rekordévet lehet az iroda átadásokban. Csak egy érdekes számodat, hogy az elkövetkező években az irodaállomány több mint 16%-kal bővülhet, és ez áll szemben a home office jelenségével. Mit jelent ez számok nyelvén? Eddig volt egy nagyon alacsony kihasználatlansága az irodáknak, nagyjából 5%. Ez az elkövetkező időszakban, és az új átadásokat is, hogyha számba vesszük, nagyjából 7-8%-ra emelkedhet az idei év második felében is. Hosszú távú várakozások pedig nagyon-nagyon megosztanak. Tehát sok esetben fejlesztők is azzal számolnak, hogy nagyobb egy főre jutó négyzetmétert kell biztosítani az irodákban, ezáltal továbbra is szükség lesz kisebb létszám mellett hasonló négyzetméter számra. Mások pedig egy sokkal inkább egy trendfordulót látnak is innentől a foglalkoztatásban, tehát valóban tartós lehet a home office.
ennek köszönhetően pedig kevesebb irodára lesz igény, de ez egy jelenleg is egy ilyen, egy hitvita, egy várakozási vita. Igen, kérdéses, hogy mi lesz az irodák sorsa, hiszen a tapasztalatok alapján annyira bevált a home office nagyon sok vállalatnál, hogy akár pandémiától függetlenül is tartják. Ez pontosan így van, erre egy jó alkalom volt az elmúlt időszakban ezt tesztelni. Azt gondolom, hogy nagyon sok beruházással is járt egyébként, és e tekintetben volt olyan iparág, amely haszonélvezője volt az elmúlt hónapoknak. Az IT infrastruktúra nagyon nagy megrendeléseket kapott, hirtelen fejlesztéseket eszközöltek munkavállalók, és persze a magánszemélyek is, hogy otthonról tudják végezni a munkájukat. Természetesen ez teljesen más szerepet adhat a lakáspiacnak is. Az üzleti ingatlanok kapcsán lehetett olvasni róla, hogy szerverpark jellegű ingatlanok épülnek. Ez hogy néz ki a jövőben? Igen, az irodapiac és a kereskedelmi ingatlanpiac egyfajta modellváltáson is keresztül ment, aminek igazából örülünk, hiszen Budapest és a vidéki nagyvárosaink olyan iroda kapacitás bővítéseket hoznak, amely nem csak mennyiségében, de minőségében is megváltoztatja az iroda kínálatot. Az ön által említett példa gyakorlatilag pont olyan, ami először jelenik meg Magyarországon és a régióban is. Nagyon fontos, hogy az ilyen típusú fejlesztésekben éllovasai legyünk a régióban. Így gyakorlatilag Lengyelországgal versenyez Magyarország minden gyakorlatilag új típusú modern irodafejlesztésekben. Azt gondoljuk, hogy mivel ez magasabb hozzáadott értékű outputot fog eredményezni, üdvözöljük az ilyenfajta fejlesztéseknek a megjelenését. Hasonló tendencia volt az elmúlt években az úgynevezett SSC-k, a Shared Service Center-eknek a megjelenése, nem csak Budapesten, de néhány vidéki városban is. Ez egyfajta minőségi ugrást jelentett az iroda piacon, de azt gondolom, hogy a városok közötti mobilitást, a fiatalok munkaelhelyezkedését is érdemben segítette.